Dr. Eskovács Ilona etnográfus Kunyhímzéses párnavégek címmel megjelent könyvének bemutatója volt a Dériné Kulturális Központban. A kunhímzéseket bemutató kiállításon a hagyomány iránt érdeklődők elé tárult az előadáson ismertetett népi alkotások jellegzetességei a táncoló tulipán kunhímző csoport készítésében. Kunrózsa, aminek az a különlegessége, hogy igen nagy méretű és koncentrikus körökből épül föl, néha annyira sok koncentrikus kör van, amit szinte himezhetetlen, 12, sőt számoltam olyat, ami még ennél is több koncentrikus kör. Nagy méretű ez a motívum, általában három van egy párna végen belőle, és két oldalán a kunrózsáknak egy-egy oldalvirág, egy-egy nefelejts formájú, vagy más egyéb virág is lehetséges. Miért ilyen nagy ez a motívum? Nagyon sokat gondolkoztam ezen. Egészen mások voltak abban az időben a nagykunságban a házak, abban az időben 18. században, 19. század elején, pici kis ablak, kevés fény a szobában, és csak így lehetett látni ezeket a párnavégeket, hogyha nagy motívumokat raknak rá. Ami viszont nagyon fontos, ezek a motívumok, ez a díszítménykincs valójában a korábbi úri hímzésekből származik, ami kapcsolatban van a magyarországi reneszánsz hímzésekkel, reneszánsz mintakincsel, és annak az egyszerűségét, szépségét hozza a kunhímzés is, kompozícióban, szerkesztésben, de még a színvilágban is, azonban annak a paraszti változatát. Paraszti változatát azért, mert nem sejem fonallal hímezték, hanem a racka gyapjú szálaiból fonták, festették azokat a fonalakat, amit a hímzőtűbe fűztek. Na most, hát van Magyarországon sok gyapjú hímzés ebben a korai időszakban, tehát a 18. században, de az a megoldás, hogy színátmeneteket használnak egy motívumon belül, az nagyon a kunhímzésre val, és ez a mi különlegességünk. A könyvbemutatót dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter nyitotta meg, aki megnyitó beszédében kiemelte, hogy a kunhímzés egy olyan érték, amiről kijelenthető, hogy csak a miénk, valamint szerves részét képezi a helybeli hagyományoknak. Ez a dolog, ez a csoda, a kunhímzés, ez egy olyan érték, ami csak a miénk. Nagykunsági hímzés, itt nem lehet vita, hogy más főzött olyat, más varrott olyat, más készített, vagy faragott olyat, vagy írt olyat, mint ami nálunkban is, amit a miénknek tudunk. Ez tényleg a miénk, a kun emberek, a kun asszonyoknak az alkotása, és szerves része az itteni hagyományoknak, épp úgy, mint az országos értékeknek. És én azért tartom kiválónak Eskovács Ilonának ezt a témaválasztását, mert egy összegző munka az, amelyet hamarosan majd mindenki a kezébe tud venni és forgatni tud. Egy nagyon színvonalas, jó megjelenésű képekkel gazdagon illusztrált és alapos szakmai hátteret is felmutató kiadvány, amely bemutatja a nagykunsági hímzések világát, a kunhímzést, annak a történetét, és hát a jelenben is átvezet bennünket, hiszen nagyon fontos az, hogy ez az érték ez ne a múlt ködébe veszel, hanem megújuljon, akár használati tárgyakon, dísztárgyakon is, és legyen része az életünknek. Én, ahogy így visszakutattam a emlékezetemben, gyermekkorom még jutottam, kerestem, hogy mikor hallottam először a kunhímzésről, és még nagyszüleim mondták, meg édesnéném, amikor a kunsági jellegzetességekről volt szó, és nem az étel volt elő, hanem a reformátusság, a kun identitás, a makacs következetesség, és utána jött a hímzés, a kunkötés és a többi értékünk.
Tehát büszkék lehetünk szerintem arra, hogy ilyen hímzése van ennek a tájnak, az itt élő alkotóknak, lányoknak, asszonyoknak egyaránt, és arra is büszkék lehetünk, hogy ez most egy összefonuló kötetben elénk állunk. Kunhímzés sokféle van, de eredeti, régi kunhímzés az nagyon kevés, mondta bemutatón a könyv írója Eskovács Ilona. 1906-ban Karcagon létrehoztak egy múzeumi gyűjteményt, amiben kiderült, hogy körülbelül 20 kunhímzés volt, és ami szomorú, hogy ez a kollekció 1944-ben elpusztult, de óriási hatással volt a karcagiakra, mivel a karcagi asszonyok majd az 1930-as években, miután Györfi István fölhívta rá a figyelmet, elkezdték ezt a stílust hímezni. Addig ez a hímző stílus ismeretlen volt. Az a különleges, hogy Györfi István révén 1920-as években a Néprajzi Múzeumban Budapestre került ez a gyűjtemény, és akkor rajzokat készítettek róla, sőt, még itt Karcagon 1912 környékén fénykép felvételek is készültek a kiállításról. Én megtaláltam ezeket a fényképfelvételeket, és ami a különlegessége, hogy a fényképe az egyik kunhímzéses párnavég fényképén egyértelműen látszik, hogy a párna 1721-ben készült. Kiderült, hogy a Néprajzi Múzeumban őrzik ennek az egész kollekciónak a leltári ívét, és abban még két olyan hímzés is szerepel, ami mellé odaírták a leltárkészítők az 1706-os évszámost. Ez azért különleges, mert a magyar népművészeti anyagban, a népi hímzések körében valójában ezek az évszámok bizonyítják, hogy a kunhímzés a magyar népi hímzéseknek a legkorábbi stílusát képviseli. Az érdeklődők a könyvet a Városi Könyvtárban is elolvashatják.